Ebben az évben 6 milliárdos tartalékkal kezdjük a pénzügyi tervezést. A háború okozta gazdasági nehézségek ellenére 6 milliárd forintot sikerült megtakarítani a hegyvidéki önkormányzatnak a tavalyi évben. Ezt az összeget a 2024-es költségvetésbe csoportosították át, ami nagyobb anyagi mozgásteret biztosít az önkormányzat számára. Ennek köszönhetően továbbra is az előírtnál több fejlesztő pedagógust és más szakembert tudnak alkalmazni a hegyvidéki óvodákban, bölcsödékben, és a pedagógusoknak adott plusz juttatás is biztosított. Azt a döntést hoztuk, hogy tartsuk meg a jelentős béremelés mellett, továbbra is adjuk a duplájára emelt hegyvidék pótlékot a pedagógusainknak. Erre szerencsére módot adott a jelentős tartalék és a kiegyensúlyozott stabil gazdálkodás. Tehát büszkék lehetünk erre a döntésre. A kerület idei költségvetésében több mint 29 milliárd 769 millió forintos bevétellel számolnak. Ez a bizonyos tartaléknak a felhasználása jellemzően felhalmozási, beruházási célokra megy, tehát útépítésre, a közterületekkel kapcsolatos fejlesztésekre, parkok, játszóterek, tehát tulajdonképpen ezt alapjáraton ezekre fordítjuk, és a működésben természetesen most nem jelenti azt, hogy hátradőlhetünk, mert vannak tartalékaink, hanem továbbra is ugyanazok a takarékossági, meg hatékonysági szempontok érvényesülnek akár az intézmények működésében, akár az önkormányzatnak a működésében. Az idei költségvetésben a tavainál jóval magasabb összeget különítettek el a 12. kerületi utak, járdák és lépcsők karbantartására és felújítására. Így többek között a Rácaladár út, a Trencsényi utca, a Virányos út és a Kis János Altábornagy utca egy-egy szakasza is megújulhat. A Költő utcában pedig járda és támfal is épül. A MOM kulturális központnál is korszerűsítések kezdődhetnek, megújul a Sirálysétány burkolata és a külső színpad is. Emellett több bölcsödében is lesznek fejlesztések. A Krisztinavárosi bölcsödében a kazán, a Zugligeti bölcsödében pedig az egyik csoportszoba mosdója újulhat meg. Az idei évtől nem kell kommunális adót fizetniük azoknak a 65 évnél idősebb lakóknak, akik 80 négyzetméteres vagy annál kisebb alapterületű lakásban élnek. Ez mintegy 8000 embernek jelent könnyebbséget. A közteher elengedéséhez szintén a költségvetés biztosít fedezetet. A hegyvidéken 3350 nyugdíjas van, aki 350 000 forint fölötti nyugdíjat kap, 2162 400 000 forint fölötti nyugdíjat, 1400-450 000 fölötti nyugdíj, és 500 000 forint fölötti nyugdíjas van közel 1000. Ha valaki nagyobb lakásban marad, de a jövedelme alacsony, akkor igénybe veheti a támogatást. De csak az alacsony jövedelműek. A nagyobb lakásban élő, magasabb jövedelmű nyugdíjasok nem vehetik igénybe. A kerület költségvetési tervét 15 igen szavazattal egy tartózkodás mellett támogatta a képviselőtestület.